Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Jó hangulatú retro est a jótékonyság jegyében. Felújították a Tündérkert bölcsödét Dombóváron. 40 millió forintból korszerűsítették a Kocsolai óvodát. Teltház előtt tartott előadást két kuratóriumi tag. Nem csak farsangkor kerülhetnek elő a múltat idéző ruhák. Dombóváron egy jótékonysági rendezvény adott arra lehetőséget, hogy a szekrény mélyéről előhalásszák a féltve őrzött ruhanemüket, akik szívesen hallgatják az 1930-as évek népszerű swing zenéjét, netán nagy rajongói a rock and rollnak. Az esemény hátterében pedig segítő szándék rejtőzött, a 19 éves dombóvári fiatal Kalocsa Péter gyógyulását segítik a rendezvény bevételéből. A 70-es évek hippi stílusa, a pöttyös szoknya, kockásing, trapéznadrág köszönt vissza azon a múltat idéző rendezvényen, ahol a zenét is úgy válogatták össze, hogy többek között ezt az időszakot is felidézze. Nem teljesen diszkó a történet, hanem egy picit összefoglaljuk a zenét. Elvileg indul egy sorozat. 1920-as, 30-as évek amerikai swing zenéjével kezdjük, ami követ egy valóban retro rock and roll csapat, a Vinyl Nihil nevű zenekar, és eljutunk egészen az 1970-es évek közepéig, végéig, és odét indul a diszkó. Takács Laci barátommal, hát most már olyan 50 éve körülbelül, hogy az első Magnos klubot ő megalakította, én ott kerültem kapcsolatba zenével, lemezjátszóval, Magnóval, és innen jött az ötlet, hogy csináljunk végre egy olyan bulit, ami valóban retro, élőzenével, és csupa nagybetűvel a zene itt ma este így fog elhangzani. A vendégek köszöntése után a Swing Ladies csapata elevenítette fel a jazz egyik műfaját, ami a 30-as évek elején alakult ki, és hamar egy meghatározó stílus lett, amely elvarázsolta egyébként az est résztvevőit is. There's a garden, what a garden, only happy faces bloom there, and there's never any room there for a hurry. A retroest megszervezésének ötlete 2 évvel ezelőtt merült fel először a szervező fejében, de akkor a pandémia keresztül húzta. A mostani est pedig már egy kicsit összetettebb értelmet kapott, hiszen segítő szándék is rejtőzik a háttérben. Pontosan az általatok készített riportot láttam a televízióban, egy dombóvári 19 éves fiatal emberről, akinek kupakokat gyűjtenek, és hát súlyos beteg a fiatal ember, és úgy döntöttem, megbeszélve a vendéglátós részét ma kézben tartó Doriannal, ajánljuk fel a tiszta bevételt az ő javára. Mindketten túlélők vagyunk, tudjuk, hogy ez mivel jár, tudjuk, hogy milyen költséggel jár, és nagyon-nagyon szép összeget sikerült összehozni a Péter javára. Hála Istennek jobban van, már édesanyjával konzultáltunk. Erre barátaim közül jelentkeztek, hogy próbáljunk meg licitálni. Felajánlottak egy Buzánszki Jenő által aláírt labdát, egy aranypénzt, ezen kívül jöttek különböző sportmezek, bélyegek, és hát egész szép kis összeg összejött. Reméljük, hogy tudjuk támogatni Pétert ezzel az összeggel, és idén üzenem neki, hogy nagyon-nagyon kemény legyél, és gyorsan gyógyulj meg, mert a következő buliba szeretném, ha itt lennél. Az érkező vendégekkel szemben egy kikötés volt csupán, hogy a 25. életévet betöltött személyek legyenek. Nagyon-nagyon szép összeget sikerült összehozni a Péter javára. Hála Istennek jobban van, már édesanyjával konzultáltunk. Erre barátaim közül jelentkeztek, hogy próbáljunk meg licitálni. Felajánlottak egy Buzánszki Jenő által aláírt labdát, egy aranypénzt, ezen kívül jöttek különböző sportmezek, bélyegek, és hát egész szép kis összeg összejött. Reméljük, hogy tudjuk támogatni Pétert ezzel az összeggel. Nem csak a régi idők e fajta eseményeinek, de a mai rendezvényeknek is szerves része a tombola, no, nem ennek a retroesnek, itt ez egy kicsit újra gondolva köszönt vissza. Tombolát nem szeretnénk, mert általában a rendezvényeken megállítják vele a hangulatot, viszont minden belépő, a VIP jegyek is, a támogatói jegyek is sorszámozottak, és arra gondoltam, hogy legyen retros a történet, talán láttátok, vagy megnézitek, retro rádió, lemezek, és van egy lemezjátszó. Ezeket úgy szeretnénk sorsolni, a lemezjátszót a legjobb kosztümös kapja meg, a legjobb rock and roll táncos kap egy rádiót, és persze sorszámok alapján is sorsolunk.
A segítő szándék megmutatkozott, hiszen a retroest résztvevőin kívül mások is szívesen járultak hozzá a 19 éves dombovári fiatal Kalucsa Péter gyógyulásához. Nagyon sokan támogatják a rendezvényt, számomra baráti körből elsősorban dombovári vállalkozók és teljesen ismeretlen emberek is, és ami meglepő volt, hogy az idős néni bejött és a kis gyűjtődobozban 300 forintját bedobta. Voltak komoly összegek is, és ezáltal én úgy érzem, hogy az összefogás nagyon-nagyon látszik, hogy ha valaki bajban van, akkor mennyire tudnak segíteni a dombováriak is. Közel 120 millió forintból újították fel és bővítették ki a dombóvári tündérkert bölcsödét. A beruházást Magyarország kormánya 96 millió forinttal támogatta, míg a megnövekedett árak miatt az önkormányzatnak a 16 helyett 24 millió forinttal kellett finanszírozni a projekt megvalósulását. Az új nevelési évben plusz 12 gyermek csatlakozhat az intézményhez. Átvágták a nemzeti színű szalagot a felújított tündérkert bölcsöde bejáratánál. Az intézményt közel 120 millió forintból tették 21. századivá. Már nagyon régóta vártuk ezt az alkalmat, végül egy régi vágyunk teljesült ezzel, hogy igazán egy korszerű 21. századi bölcsödét kaphattunk. Teljesen megújultak az utak, új parkolók létesültek, aszfaltozás történt, az egész járdaszakosz megújították, parkosítás. Az udvari játszóterünk teljesen új lett, mindennel felújult, úgyhogy a rendeletnek megfelelő játszótéri eszközökkel bővültünk, illetve a mobil játékfejlesztő eszközök is jöttek a kültérre a gyermekeknek a számára, valamint teljes belső festésen estünk át. Nem csak megújult, bővült is a bölcsöde, így az eddigi 72 férőhely mellé újabb 12 gyermeket tudnak fogadni. Egy új szárny is létesült mondhatni, azt tervezte az önkormányzat, hogy szeretnénk kielégíteni a szülői igényeket. Eddig 6 csoporttal működtünk 72 férőhelyen, most szeretnénk, hogyha a bölcsöde egy újabb csoporttal bővülne, ez 12 fő számára tenné lehetővé a bölcsödé bejárást, és amit mögöttünk található pavilon rész, ez került teljes egészében felújításra, és ide várunk majd az újonnan érkező plusz 12 kis bölcsödésünket, és amit nagyon fontos, és szeretnék itt megemlíteni, hogy most kitbővült az ellátási terület, és már nem csak a dombovári közigazgatása alá tartozó kisgyermekeket várjuk, hanem a járásba tartozó 15 település kisgyermekeit is sok szeretettel várjuk, szeptembertől is tudjuk fogadni. Imáljon a teljesen megújult játékkészletünkkel, teljesen felújított csoportszobákkal, új korszerű bútorzattal. A tündérkert bölcsöde április 4-én tart nyílt napot, ahol minden érdeklődőt szeretettel várnak délután 4 órától. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, aki elmondta, már érezni lehet a kormány családpolitikájának az eredményét. Két nagy beruházás átadása történt meg ma Dombováron. Egyrészt a százszor szép óvodának a tündérkert bölcsödéje újulhatott meg 110 millió forintból, 14 millió forintot támogatott itt az önkormányzat, és 96 millió forintos összeget kaptak a kormánytól a bölcsödei felújításra. Örülünk annak, hogy ilyen szép minőségben készült el a bölcsöde, illetve az óvoda, és ahogy látható, itt újabb parkolók épültek, illetve meg felújították az utat is, a játszóteret is sikerült felújítani, illetve teljesen új játszótér került kialakításra. Ezáltal reméljük azt, hogy a gyerekek még jobban érzik magukat ebben az intézményben, és sokkal szívesebben szeretnek bölcsödébe, illetve óvodába járni. Azt tapasztaljuk itt Dombováron is, csak úgy, mint az ország más területein, hogy a család támogatási rendszernek, illetve a kormány családbarát politikájának köszönhetően egyre több gyermek születik, és így egyre nagyobb az igény a bölcsödékre, illetve egyre több helyen több óvodai csoporttal bővülnek az intézmények. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere úgy fogalmazott, régi tervük volt az intézmény felújítása. A régi bölcsödénket volt szerencsénk felújítani. 2020 októberében döntött úgy a testület, hogy az igényeknek megfelelően bővítünk egy csoportszobával. 2021-ben megnyílt a lehetőség és beadtuk a pályázatunkat. Ennek mentén 96 millió forint állami forrást nyertünk hozzá. Tervek szerint 14 millió saját forrással egészítettük volna ki. Sajnos itt az építőipari anyagárak emelkedése miatt ez 24 millió forint lett, de azt gondolom, hogy megérte, hiszen a város jövője azon múlik, hogy a szülőket ki tudjuk-e szolgálni, jól érzik-e magukat, és szeretnének-e Dombáron családot alapítani. Mindent elkövetünk azért, hogy a dombári fiatalok úgy gondolják, hogy érdemes Dombáron maradni,
nem egy családot alapítani. Ezért újítottuk fel most ezt a bölcsődét, és bővítjük a kapacitását, és nyilván természetesen párhuzamosan újítjuk fel az óvodáinkat is. Nem csak a város vezetése látja indokoltnak a nevelési intézmények felújítását és kibővítését. Nemrég a Pécsi Egyházmegye is megvásárolt egy telket Dombováron, ahol a tervek szerint óvodát építenek majd. Azt gondolom, hogy lesz rá igény, hiszen a bölcsődében már látjuk azt a dinamikát, amelynek mentén a születések száma emelkedik Dombaváron. Ezek a gyerekek valamikor meg fognak odaérkezni. Természetesen már említettem a köszöntőmbe is, hogy most Dombaváron legdinamikusabban fejlődő fiatal városrészében vagyunk, hiszen a természetes fluktuáció mentén az elmúlt években több fiatal döntött úgy, hogy új Dombaváron vásárolházat újítja fel, illetve az önkormányzatra egy újabb kihívás árult azáltal, hogy 3 darab utcanyitásáról is döntöttünk, amelynek közeljövőben elkezdjük az infrastruktúrális fejlesztését. Ezek mellett az általános iskolákról sem feledkeznek meg a településen. A József Attila általános iskolát 260 millió forintból újították fel. Azt gondolom, hogy a bölcsödétől az általános iskolai vezető út nagyon fontos, hogy helyben tudják eltölteni. A középiskola választásában csak reménykedni tudunk, de azt gondolom, hogy a 14-15 éves fiatalok, ha máshova is mennek el, az a 14 év elég volt arra, hogy megfertőzzük őket és visszatérjenek Dombavárra. Kocsolán a helyi óvoda újult meg, közel 40 millió forintból. Az önkormányzat ezt a forrást a Magyar Falu Program nyújtotta pályázati támogatásból nyert el. Felújították a tetőszerkezetet, a csoportszobákat, a vizes blokkokat és egy korszerű tornaszobát is kialakítottak a gyerekek számára. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen hangsúlyozta, a Kocsolán élő gyerekek most már egy 21. századi követelményeknek megfelelő modern óvodába járhatnak. Szeretettel köszöntjük most, kikit egybegyűltek! Csillogó szemekkel mosolyogva énekeltek a gyerekek a felújított óvoda átadó ünnepségén Kocsolán. Az épület korszerűsítésére már nagy szükség volt, az ehhez szükséges pénzt az önkormányzat pályázati forrásból nyerte el. Nagyon örülünk a Magyar Falu Programnak adta lehetőségnek, mert úgy érzem, hogy ezzel a kis települések is nagyon sokat fejlődhetnek és juthatnak előre. Mi is Magyar Faluba beadtunk több pályázatot is, és ami kellő elbírálást nyert, pozitív elbírálást nyert, így járda felújításra is 5 millió forintot kaptunk, ez még a mai napig folyamatban van, április végére szeretnénk, hogy elkészüljön. Szintén az óvodánál, az óvoda játszóterének a korszerűsítésére nyertünk 5 millió forintot. Ez májusban fog megvalósulni, májusban vehették a gyerekek birtokukba ezt a felújított játszóteret. És itt szeretném megemlíteni, amiért mai napon itt vagyunk, hogy megtörtént az óvoda felújításának az átadása. Nagyon fontos volt már, hogy ezt az óvoda épületet felújítsuk. Nagyon rossz állapotban volt a tetőszerkezete, de a csoportszobák és a vizes blokkok, ugyanúgy a tornaszobának a korszerűsítése is úgy gondolom, hogy mindenre ráfért a felújítás. Nagyon rossz volt a tetőszerkezet, a csoportszobák állaga, tehát ez egy nagyon régi épület, és fontos, azt gondolom, nagy értéket képvisel, hogy felújult ez az intézmény, hisz a benne folyó programok, a benne való munkát segíti ez a megújult intézmény. Jelen pillanatban 2 csoporttal működünk, 2 vegyes életkorú csoporttal, ami azt jelenti, hogy kicsi, középsős és nagy életkorú gyerekek vannak. Sok a hiányzó a pandémia miatt, és ezért fontos nekünk az, hogy a visszatérő gyerekekkel a fejlődés nem maradjon el, illetve tovább folytatódjon. Ezért biztosítunk logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, alapozó terápiát, hittan foglalkozásokat, játékot, mesét, zenét, mindent, ami ehhez a gyerekkorosztályhoz tartozik, és igyekszünk felkészíteni őket az iskolára. Ez egy lépcsőfok, én azt gondolom. Mindig fejlődni szeretnénk, mindig van újítás, és mindig vannak új elképzelések. Ahhoz képest, ami volt, én azt gondolom, hogy ez egy nagy lépés, de továbbra is vannak terveink, és ehhez is várjuk a támogatást. Az ünnepélyes átadón részt vett a Tolna megyei közgyűlés elnöke, alelnöke és Potápi Árpád János államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Egy újabb átadáson vehetünk részt most Kocsolán. 40 millió forintból újították fel az óvoda épületét. 2 csoportszobát lehetett ebből a pénzből modern módon megcsinálni, illetve a tornaszobát alakították ki
megújultak a mosdók, a gyerekeknek a mosdói, úgyhogy tényleg azt mondhatjuk, hogy egy 21. századi nagyon szép óvodába járhatnak itt Kocsolán is most már a gyerekek. Reméljük azt, hogy itt is egyre többen fognak születni. Azoknak, akiknek a tavaly közösen ültettünk el egy fát, a kis kocsolai polgároknak, azok is nem sokára már óvodások lesznek. A legidősebb gyermekem a hat közül 22 éves, a legfiatalabb pedig 2,5 éves. Szinte az unokám is lehetne. Ő bölcs is lenne, de vár a sorára, mert ugyan sok bölcsőde épült szerte a megyében, amire szükség van, de még többre is szükség lenne. És ennek örülünk, hogy az utóbbi időben nagyon sok gyermek született, a megyének szüksége is van erre. Szeretnénk, hogyha megállna a népességfogyás Tolna megyében, és szerte az országban, a Kárpát-medencében is. Teszünk is érte. Biztatjuk a szülőket azáltal is, hogy ilyen létesítmények épülnek, hogy szép környezetben nevelhetik a gyermeküket, megadhatunk mindent nekik, amire szükség van a 21. században, és hát ezt szeretnénk folytatni, ez a tét. Amit elkezdtünk, amit már megalapoztunk, szeretnénk folytatni ezeket a fejlesztéseket, a családokat továbbra is támogatni, és építeni a nemzetet szerte a Kárpát-medencébe. A kormány célja a népességcsökkenés megállítása, ennek egyik lépcsőfoka a modern, jól felszerelt óvodák kialakítása. Alapvető célja az volt a kormányzatnak, hogy Magyarországon a demográfiai helyzetet egy kicsit rendbe kéne tenni. Ennek alappillére az, hogy legyen a családoknak lehetőségük a gyerekeiket bölcsödébe, óvodába, iskolába, és ki tudja még hova járatni. Hogyha ez nincs meg, akkor a szülők megpróbálnak, hiszen mobilizált világban élünk, megpróbálnak valahova elköltözni, vagy elvinni a gyereket, és ott megpróbálni fölnevelni. Vannak eredmények. És ugye óriási fegyvertény, hogy a születések csökkenését is megállítottuk nagyjából, ami azt jelenti, hogy nagyon sok fiatal pár marad a szülő falujában településén, és oda szülik a gyermekeiket. És ugye így ezeknek az átadókon látjuk, hogy mennyi kisgyerek van a falvakban. Ez egy nagyon komoly fegyvertény. Hát ha, és ha sikerül, akkor ez egy óriási példa lehet nem csak Magyarországon, hanem akár az Unióban, netán a világon. Közel 2 órás beszélgetés részesei lehettek mindazok, akik ellátogattak a Civil Összefogási Fórum Dombóvári szervezetének legutóbbi rendezvényére a helyi művelődési házba. A meghívott előadók egy alapítvány tagjai, amely a kultúrájukat és a hagyományaikat szabadon megélő egyének, családok, közösségek és nemzetek sokszínűségére épít. A Civil Összefogás Fórum szervezésében a Védett Társadalom Alapítvány 2 kuratóriumi tagja, Földi Kovács Andrea és Földi László érkezett Dombóvárra, akik többek között az április 3-ai választás tétjéről, annak súlyáról is beszéltek az érdeklődőknek. A szép számmal megjelenteket Futó Péter, a szervezet helyi vezetője köszöntötte. A közel 2 órás beszélgetést pedig a Civil Összefogás Fórum országos koordinátora Heizler Norbert vezette. A Védett Társadalomnak 5 olyan témája van, amelyet fölvállalt. Kifejezetten ugye a nyílt társadalom alapítvánnyal szembeni ideológiának az erősítése szempontjából. Az 5 témából az első a vallás és lelkiismeret szabadság, tehát ne legyen üldözött a kereszténység sem, úgy gondoljuk, mint ami Európában sajnos megindult, nem csak Európában. A második a hagyományos családi értékek, tehát ahol nő és férfi jelenti az anyát és az apát és a gyerekeik. Ez nem jelenti azt, hogy az azonos nemű pároknak a létezését mi valamilyen szinten is próbálnak akadályozni vagy tagadni, tehát mi befogadók vagyunk és nem kitaszítók, de azt gondoljuk, hogy a család fogalmában a hagyományos értékeket kell követnünk, és emellett emelünk szót. Ugye a harmadik témánk az életvédelem, alapvetően a fogantatástól a halálig. Tehát akár az abortusz kérdését, vagy az eutanázia kérdését mi erősen az ezeket támogató lobbikkal szemben szocializáljuk magunkat, és próbáljuk az emberekkel megértetni ennek a lényegét és fontosságát, és azt, hogy az életet nem támadjuk semmilyen formában. Ugye a negyedik problémakör, amit kezelünk, a hagyományőrzés. Tehát egy nemzetnek a létezését, a kultúrája, a nyelve, a hagyományai garantálhatják.
A politika fontos dolog az életben, de az, hogy tudjuk, mik az őseink, és honnan jöttünk, és hová tartunk, tehát a hagyományunk, az értékeit meg kell őrizni. És ebben mi egy nagyon fontos feladatot látunk. És hát az ötödik tulajdonképpen a rend és biztonság problémája, hiszen ugye azt látjuk a mai világunkban, bármerre nézünk és bármilyen problémát kezelünk, hogy a káosz felé haladunk, és ezt egy módon lehet megakadályozni, ha visszatérünk a rendhez, a rend alatt értendő a biztonság kérdéséhez, tehát hogy az emberek nyugodtan, normális körülmények között tudjanak élni. A hallgatóság számára minden alkalommal adott a lehetőség, hogy feltegyék azokat a kérdéseket, melyekre az előadás során nem kaptak választ. Egy rövid előadást követően nem törekszünk arra, hogy mindent elmondjunk az előadásban, épp azért, hogy legyen lehetőség a kérdezésnél erre visszatérni. Tehát a végén az a legjobb megoldás, hogyha az emberek valóban azt hallják, amire kíváncsiak, vagy azzal foglalkozunk, amire kíváncsiak. Hát sajnos azt kell mondjam, hogy a felsorolt témákon túl millió más olyan kihívással találkozunk napjainkban, a háború kérdésétől választásig bezárólag, amely nyilván az embereket érdekli és érdekelheti, és nagyon szívesen válaszolunk ezekre a kérdésekre, hogy a fölmerül. A 2021-ben alakult alapítvány világszerte összeköti és hálózatba szervezi a hasonló szellemiségű és küldetést teljesítő intézményeket és egyéb jogi személyeket. Általában az előadás azt, amiről akarunk beszélni, kimeríti. De nyilván ugye a napi ügyek, a napi politikai fölhangok azok, amiket az emberek szeretnek újra hallgatni, vagy más szempontok alapján meghallgatni. Mi nem politikai szervezet vagyunk. Ráadásul 7 ember hozta létre, tehát nincs mögöttünk erőtér, nincs mögöttünk, nem azt mondom, hogy ideológiai meghasonlásban lennénk, ez azért túlzás, hiszen van egy jobboldali értékrend, amelyet mi követünk, és hogy most Magyarország kormánya is ugyanezt teszi, ez azért egy áthallást feltételez. De hangsúlyozni szeretnénk, hogy nem politikai értelemben gondoljuk ezeket a témákat. Pontosan az a lényeg, hogy a mai világban, és tulajdonképpen a nyílt társadalom is ezt vette észre, hogy a civil szerveződések sokkal hatékonyabban tudnak az emberekhez szólni. Sokkal inkább meg tudják szólítani őket, össze tudják fogni kis közösségekbe. És hát a mi célunk is az, hogy a meglévő közösségeknek adjunk egyfajta elnyő szervezetszerű lehetőséget arra, hogy egyik a másikkal találkozzon, hiszen óriási erő van ebben, csak ugye picit széttagoltan, a saját helyi kis világukban élve érik meg tulajdonképpen ezeket a gondolatokat, és mi ebben egy koordináló szerepet szánnánk tulajdonképpen magunknak. Nem akarunk vezetni, tehát félítés ne legyen, mi nem valamiféle felsőbb szervként jelenünk meg a tételben, hanem egy felületként ahhoz, hogy az egyik és a másik hasonlóan gondolkodó emberek, szervezetek megtalálják egymást. A Védett Társadalom Alapítvány alapítói hisznek benne, hogy a teremtett világ elődeink hagyományának követésével és átadásával tartható fenn. Hangzott el a dombovári előadás alkalmával is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!